1770 Hollandia, Maastricht. A Szentpéterhegy egyik aknafolyosóján járunk, mintegy 500 lépésre a bánya bejáratától, 27 méterrel a felszín alatt. Az itt dolgozó bányászok munkájuk során a kőzetbe ágyazódva egy nagyméretű állat koponyájának darabjára bukkantak. Azonnal abba hagyták a fejtést, hogy beszámoljanak a leletről dr. Hoffmannak, aki évek óta gyűjtött fosszilis maradványokat a bányában. Hoffmann megvizsgálta a koponyát, és mivel látta, hogy minden korábbinál jelentősebb felfedezésről van szó, igyekezett óvatosan egy darabban kiemelni a kőzetből. Miután sikerült a környező nagy szikladarabbal együtt napvilágra hozniuk, majd megtisztogatni a leletet, dr. Hoffmann diadalittasan saját otthonába szállítatta a koponyát. Da, 1795 Nemzeti Természettudományi Múzeum, Franciaország, Párizs. 25 évvel később Maastricht városát a francia forradalmi hadsereg foglalta el. A híres őslelet egy fagyos téli estén újra előkerült, ezúttal a Párizsi Természettudományi Múzeum egyik előadó termében. A különös képződmény, mely a maastrichti ismeretlen állat nevet viselte, egyre több tudós érdeklődését keltette fel. Encore un effort sur la table. En douceur. Allez, messieurs, ouvrez-moi cette caisse. Oui, c'est cela, ouvrez la caisse. Mais faites très, très attention. Messieurs, en même temps. Ami aznap este feltárult előttük, a semmilyen általuk ismert élőlényre nem hasonlított. Egyesek valamiféle krokodilnak nézték. Mások szerint inkább bálna lehetett. Ce doit être plutôt sem a fogak formája, une baleine. Sem az állkapcsok mérete nem segített abban, hogy beazonosítsák az állatfaját. Mais c'est beaucoup trop gros pour un crocodile. Alors qu'une baleine me akkoriban, 40 évvel a legelső dinoszaurusz csontváz felfedezése előtt senki nem sejthette, hogy sok ezernyi faj élte virágkorát, majd tűnt el örökre a föld színéről a régmúlt időkben. Rövidesen azonban minden megváltozott. Hüllők 3D. Tengerek dinoszauruszai. Szerintem a tengerben ma is élnek dinoszauruszok. Elnézést, hogy megzavarom az elmélyült gondolkodásban, mademoiselle. De emlékeztetnem kell, hogy csupán a szárazföldi hüllőket nevezzük dinoszauruszoknak. Ha vízben éltek, akkor a tengeri őshüllő nevet használjuk, ám ezek az állatok már mind kihaltak, méghozzá igazán réges-régen. Mi történt? Figyeljen, Julie! Colorado délnyugati partvidéke 65 millió évvel ezelőtt.
65 millió éve még hüllők uralták az egész bolygót. A szárazföldön, levegőben, és a tenger mélyén is a hüllők uralkodtak. Ám ekkor végzetes csapás érkezett méghozzá az űrből. Egy 19 kilométer átmérőjű aszteroida ütközött neki a Földnek. A találkozás pillanatában felszabaduló erő több mint 100 atombomba hatásával ért fel. Az égbolt elsötétült, bolygón klímája drámai módon megváltozott. A Földet benépesítő életformák 70%-a örökre megsemmisült. És a dinoszauruszok korának leáldozásával egy időben a tengeri őshüllők uralma is véget ért. Mit mondod? Mikor történt mindez? 65 millió évvel ezelőtt. Szóval ezután jelent meg az emberiség? Nos, ők csak kicsit később. Mennyivel? 65 millió évvel. Most tréfál. Az olyan emberek, mint ön és én, mindössze 200 000 éve élnek a Földön. A bolygó korával összevetve, ez csupán egy szemvillanás. Micsoda? 200 000 év? Ennyi. Egy földtörténeti pillanat. Nem könnyű felfogni, igaz? Hát... 1000 millió, sőt milliárd években gondolkodni különös dolog, nem gondolja? Hát... Akkor kövessen, Julie. Ha szeretné megállítani az időt, csak mondja, hogy állj. Állj. Ám legyen. Előre a múltba. Most pedig kezdjük a legelejéről. A Föld 4,5 milliárd éve keletkezett. Az élet hamar megjelent rajta, de mintegy 3 milliárd éven át csak mikroszkópikus méretben létezett. Ezen az időspirálon csupán az utolsó hurok az, ami számunkra érdekes. Vegyük úgy, mintha egy óra számlapja lenne. 540 millió éve, vagyis 2 órakor vette kezdetét a Föld történeti ókor. Ekkor a legkülönbözőbb élőhelyeken indult komoly fejlődésnek az élet. 7:30-kor köszöntött be a középkor, azaz a mezozoikum. Ez volt a nagy őshüllők fénykora. Köztük a híres dinoszauruszokkal. Igen, valamint a repülő és a víz alatt élő hüllőkkel. A következő, egyben utolsó földtörténeti kor a kainozoikum, melyet az emlősök térhódítása jellemzett. Ezen az órán a Homo sapiens, az emberi faj 8 másodperccel éjfél előtt jelenik meg. A mezozoikum a 2 legsúlyosabb ökológiai katasztrófa között helyezkedik el, melyek rengeteg faj kipusztulásához vezettek. Az első 7:30 körül zajlott, míg a második itt 10 és 11 óra között. Ez utóbbi okozta a dinoszauruszok és a nagytestű tengeri őshüllők eltűnését is. De hogyan kezdődött? Nos, szükség lesz egy mikroszkópra. A földi élet a vízben alakult ki. Az első baktériumok 3,5 milliárd éve jelentek meg. Az evolúció lassan tette a dolgát, ám az élőlények mindössze 650 millió éve váltak szabad szemmel is láthatóvá. Ekkor alakultak ki az első puha testű organizmusok. Az elkövetkező 400 millió év során rendkívül sok új létforma bontakozott ki. Testfelépítésük folyamatosan változott, és egyre nagyobb méreteket öltöttek. Végül a halakból kifejlődő kétéltőeknél megjelentek a lábak, melyekkel kimerészkedhettek a szárazföldre is.
Az első hüllők 300 millió éve népesítették be a bolygónkat. A levegőben repkedő rovarok közül egyesek szárnyfesztávolsága az 1 métert is meghaladta. A paleozoikum végére a tengerek és szárazföldek egyaránt megteltek élettel. Ez volt a biológiai sokféleség igazi aranykora. Ám ennek a békének egy olyan természeti csapás vetett véget, mely a létező fajok 95%-át végleg eltüntette. Ez volt minden idők legnagyobb tömeges fajpusztulása. A fajok 95%-a, de hisz az rengeteg. Nem sok minden maradhatott meg ezután. Ebben igaza van. A legnagyobb ragadozók is eltűntek. De az élet nem szűnt meg. A tengerekben sok hal és puha testű állat maradt. Na és a tengeri őshüllők? Ekkor jött el az ő idejük. Egymást követően 3 nagy csoportjuk is uralta az óceánokat. Elsőként az ichthyosaurusok, melyek farkuk mozgatásával úsztak. Mint a halak? Pontosan úgy. Majd jöttek a plesiosaurusok, akik 4 lapátszerű lábukkal hajtották magukat a vízben. Végül a mozasaurusok következtek, hullámzó mozgásukkal, ami leginkább a kígyókra emlékeztet. Ezek az állatok voltak a tengerek királyai 180 millió éven át, felölelve a mezozoikum mindhárom időszakát, a triászt, a jurát és a krétát. A triász kezdetétől fogva az ichthyosaurusok uralkodtak. Akkoriban a vízből kiemelkedő szárazföldek egyetlen hatalmas szuperkontinenst alkottak. Ez volt a Pangea. Most pedig irány a partvidék. Svájc déli része 230 millió évvel ezelőtt. Svájc? Igen, hisz ekkor a mai Európa túlnyomó részét víz borította, sekély és melegvízű tenger hullámzott. A triász közepén a szárazföld forró és száraz volt, kevés táplálékot kínált. A felszín alatt azonban újra virágzott az élet. Több hüllőfaj is visszatért a vízbe, hiszen ott bőségesen akadt számukra is élelem. A Tanistropheus világcsúcs tartó. Testméretükhöz képest ők rendelkeztek a valaha létezett leghosszabb nyakkal. Ezek az úgynevezett álteknősök lapos, kavicszerű fogaikkal főként kagylókat és puha testűeket fogyasztottak. Akkor ők teknősök? Nem, de ugyanúgy kemény páncél vette körül a testüket, ami némi védelmet nyújtott a triász ragadozóival, például a Notosaurusszal szemben. Közel 4 méteres. Nagyon veszélyes és kiváló úszó. De esélye sincs felvenni a versenyt egy Mixosaurusszal. Olyan akár egy delfin. Csak hogy ez egy hüllő. A mai élő tengeri emlősökhöz hasonlóan neki is a felszínre kell emelkednie, hogy levegőt vegyen. Szintén az ichthyosaurusok népes csoportjához tartozik, melyek 150 millió évig uralták az óceánokat. Nem tűnik olyan nagynak, hogy bármit is uralhatna. De léteztek jóval termetesebb ichthyosaurusok is. Némelyikük elérte a 22 méteres hosszt és az 50 tonnás tömeget. A Sonisaurus volt mindközül a leghatalmasabb. Csapatosan vándoroltak, puha testűeket és kis halakat fogyasztottak. Ezt
pusztára, mint a delfinek vagy a bálnák. Ez igaz. Sőt, hasonló módon is jöttek a világra. Ez mit jelent? Erről hallgassunk meg egy szakértőt, Ryosuki Motani paleontológust. Nemrég fejezte be kutatását egy híres német fosszilis lelettel kapcsolatban. Holzmaden közelében számos ichthyosaurus maradványra bukkantak. A csontok nagy része épp maradt. Lenyomatokat is megőrizte a kőzet, így következtetni lehet az uszonyok elhelyezkedésére. Egyes ichthyosaurus leletek olyan jó állapotban vannak, hogy látni lehet a magzatokat a nőstények testében. Van olyan példány is, melynél épp zajlott az ellés folyamata. Más hüllőkkel ellentétben az ichthyosaurusok nem tudtak kimenni a szárazföldre tojást rakni, ezért a vízben ellettek. A kicsik a delfinekhez hasonlóan farkukkal előre jöttek világra. Az ichthyosaurusok másik jellegzetessége a hatalmas szemük volt. Ezeket fánkszerűen kidomborodó csontok vették körül, hogy védjék őket a víz óriási nyomásától. Egy jura időszaki ichthyosaurus, az oftalmosaurus büszkélkedhetett a testarányaihoz mért legnagyobb szemmel az egész állatvilágban. Hatalmas látószerveivel könnyen észrevette zsákmányát akár a mélyvizek teljes sötétségében is. Különös módon az ichthyosaurusok bámulatos alkalmazkodó képességük ellenére a kréta időszak közepére kihaltak. Mégis honnan tudunk ennyi mindent 90 millió éve nem létező fajokról? Talán azért, mert nagy számban maradtak fenn fosszíliák. És persze azoknak köszönhetően, akik megtalálták ezeket. Megérkeztünk Londonba, a mezozoikum tengeri hüllőit bemutató csodás kiállításra. A témát jelenleg a francia szakértő Nathalie Bardet kutatja. A tengeri őshüllők maradványait a tudósok már jóval az első dinoszaurus csontok felfedezése előtt ismerték. Mary Anning a 19. század elején még kisgyermekként kezdte gyűjteni a fosszilis leleteket otthona a dél-angliai Dorset partvidékén. Élete során rendkívüli éleslátásának köszönhetően a leghíresebb ichthyosaurus és plesiosaurus maradványokra talált rá, melyeket ma itt, a Londoni Múzeumban csodálhatunk meg. De itt láthatjuk a valaha feltárt egyik legteljesebb plesiosaurus csontvázat is. A jura időszak elején élő ragadozó kiváló úszó volt. A jura alatt a tengeri őshüllők új csoportja vette át a hatalmat. A plesiosaurusok. A jura időszak kezdetén a Pangea széttöredezett, darabjai különböző irányba mozdultak el. A földön még mindig forróság volt, de a klíma sokkal nedvesebbé vált. Ideális feltételek jöttek létre ahhoz, hogy az élet a bolygó minden vidékén elterjedjen. Ez valóban sokkal kellemesebbnek tűnik, mint a triász. A jura volt a dinoszauruszok tündöklésének kora, igaz? Sőt, minden életforma tündöklésének kora, melyben a hüllők fontos szerepet játszottak. Legyenek akár szárazföldön, levegőben, vagy épp tengerben élők. Négy erős evezőlábukkal a plesiosaurusok hamar a víz alatti világ uralkodóivá váltak. Az első igazi dinoszaurusz a megalosaurusz volt. A neve latinul nagy gyíkot jelent. Nem véletlenül, hisz egy 9 méteres, hatalmas étvágyú állatról beszélünk.
Az ammoniteszek és belemniteszek közé tartozó puha testű állatok csak úgy hemzsegtek a vizekben, így a legtöbb ragadozó étlapjára felkerültek. A jura időszak végére egyes állatfajok sosem látott méreteket öltöttek. A Brachiosaurus például 30 méter hosszúra nőtt, és 6 elefántnál is többet nyomott. Az Andok vidékén felfedezett krokodilfaj pedig a Godzilla becenevet kapta. A hátán jókora csontos lemezeket viselő Stegosaurus 3 tonnás békés növényevő volt. Az első madarak megjelenésével egy időben élt. A jura végére a kontinens vándorlás révén új óceánok alakultak ki, és új plesiosaurus fajok váltak a mélység koronázatlan uraivá. Tizenöt méteres hosszával a Liopleurodon minden bizonnyal a mezozoikum egyik legnagyobb tengeri ragadozója lehetett. Te jó ég! Tessék, itt az egyik foga. Önnek adom. Köszönöm. Ahogy látja, a Liopleurodonnak nem volt kitől tartania. Ha csak nem egy másik Liopleurodontól. Az argentin Andok 157 millió évvel ezelőtt. Egy Liopleurodon pár. A hím épp udvarolni próbál a nősténynek. Nézze csak! 15 méternyi tiszta izom, 4 halálos ütésre képes lapátszerű végtag, és 3 méter hosszú állkapcsok, melyekben nagyobb fogak ülnek, mint amit az előbb odaadtam. Násztánc során a hím teljesen védtelenné válik a nősténnyel szemben. Úgy tűnik bevált. Miután megtörtént a párválasztás, az állatok a biztonságos partmenti vizeket keresik fel, hogy párosodjanak. A cápákhoz hasonlóan a hím a párjába kapaszkodik a megtermékenyítés során. Utódaik néhány hónap múlva jönnek világra. Mi történt? Úgy tűnik, a szétválás során a nőstény akaratlanul felsértette a hím egyik szemét. A fájdalomtól önkívületbe esett. Végül azonban a csúcs ragadozó magához tér, és folytatja magányos életét. A jura végén a territóriumuk Európától Dél-Amerikáig húzódott.
Ismerkedjünk meg Zulna Gasparinivel, aki felfedezte a Godzilla Bece nevű tengeri krokodil maradványait az Andokban. Az emberek nagyon sokáig azt hitték, a Föld mindig is úgy nézett ki, ahogy napjainkban. Egészen 1915-ig kellett várni arra, hogy Alfred Wegener, egy ifjú német tudós felvázolja forradalmian új elméletét a kontinensek vándorlásáról. A bizonyítékok között, melyekkel Wegener saját teóriáját kívánta alátámasztani, kiemelkedően fontos szerepet játszott egy aprócska tengeri őshüllő, a 250 millió évvel ezelőtt élt Mesosaurus. Ezen kis állat maradványaira az Atlanti-óceán mindkét partján rábukkantak. A Mesosaurus méreteit tekintve, ahogy ebben a virtuális akváriumban is szemügyre vehetjük, nyilvánvaló, hogy képtelen lett volna saját erejéből átszelni egy akkora víztömeget, mint az Atlanti-óceán. A következtetés kézenfekvő. Ha ők nem kelhettek át a vízen, akkor a fosszíliákat tartalmazó kontinensek vándoroltak. Az argentin Andok 157 millió évvel ezelőtt. A Jura az óriási állatok kora volt. A Leedsictis mintegy 30 méter hosszúra nőtt. Minden bizonnyal ez volt a földtörténet legnagyobb halfaja. Hogy hívják a hosszú nyakú plesiosaurusokat? Ők az elasmosaurusok. Most épp gasztrolitokat, emésztés segítő kis kavicsokat szedegetnek fel. És mivel táplálkoztak? Hosszú, éles fogaik alapján, puha testűekkel és halakkal. Azt hiszem, ez az a Liopleurodon, amely korábban megsérült. Na igen, félszemmel nem lehet könnyű a vadászat. Az Elasmosaurus csontokban talált mély harapás nyomok arra utalnak, hogy más liopleurodonok nagyobb sikerrel jártak. 30 millió évvel később a Kronosaurus vette át a liopleurodon helyét a tengeri tápláléklánc csúcsán. A Kronosaurus maradványait elsőként az 1930-as években fedezték fel Ausztráliában. 4 méter hosszú koponya, 3 méteres állkapcsokkal és borotva éles fogakkal felfegyverezve. Dr. Benjamin Keertől, a plesiosaurusok ausztrál szakértőjétől többet is megtudhatunk.
A tengeri hüllők, így a plesiosaurusok maradványait is minden földrészen megtalálták. Akár 14 méteres hosszukkal, bámulatra méltó állatok voltak. Négy evezőlábuk segítségével kecsesen úsztak a vízben. A plesiosauria rendet nagy számú és rendkívül sokféle faj képviselte. Alapvető testfelépítésük alapján két alrendbe sorolhatók. Az egyik csoportba az olyan nagy fejméretű és rövid, izmos nyakú állatok tartoztak, mint a Kronosaurus. A másik alrendbe pont ellenkezőleg kinéző, apró fejű és hosszú nyakú fajok tartoztak, például az Elasmosaurus. A plesiosaurusok a dinoszauruszokkal együtt mintegy 65 millió éve tűntek el végleg a föld színéről. A késő kréta időszak a mezozoikum utolsó szakasza, és ez a mozaszauruszok uralmának ideje. A földrészek ekkorra nagyjából elfoglalták mai helyzetüket. Az amerikai kontinens belső tengerei javarészt visszahúzódtak, ám Európa nagy területeit még ekkor is sekély víztömeg borította. Hollandia 65 millió évvel ezelőtt. Milyen volt az éghajlat? Hasonlított a ma ismertre, csupán melegebb volt. Gyönyörű nap egy merülésre a kréta időszak óceánjában, nem igaz? Ahogy sok millió éven át, még ekkor is a puha testűek jelentették a legtöbb ragadozó főtáplálékát. A krétakorban még léteztek plesiosaurusok? Igen, akadtak néhányan. De már letaszították őket a trónról, melyért ekkoriban a kor két legveszedelmesebb fenevadja küzdött. Az egyik oldalon a kréta időszak legnagyobb hala, egy 7 méteres cápa. A másik oldalon a valaha élt legerősebb tengeri hüllő, a 12 méteresre is megnövő prognatodon, a mozaszaurusok képviselője. Hasonlít a mai nagy fehér cápákra. Igen, csak nagyobb. De a cápának nincs esélye ellene. Ebben nem lennék olyan biztos. Van ugyanis egy nagy előnye ellenfelével szemben. Neki nem kell a felszínre emelkednie, hogy levegőt vegyen. Szóval... Nos hát? Mondtam, hogy a mozaszaurusz győz. Ezúttal igen. De történhetett volna másképp is. Mozaszauruszok csontjaiban is találtunk cápafogakat, úgyhogy biztosak lehetünk abban, hogy időnként ők kerekedtek felül. Amúgy nem mozaszaurusz volt, amit a 18. században egy bányában találtak? Itt vagyunk, nem messze attól a helytől, ahonnan 1770 körül előkerült a híres Maastrichti ismeretlen állat. Ahogy minden őslénykutató, úgy Olivier Rippel is jól ismeri ezt a történetet. –
1795-ben, amikor a megkövesedett mozasaurus csont megérkezett Párizsba, Georges Cuvier ifjú, 26 éves anatómus volt, aki nemrég állt munkába a Természettudományi Múzeum alkalmazottjaként. Ez a koponya volt az első, amelyet tudósok részletesen tanulmányoztak. Ezt követően sem tudták azonban besorolni a fajt. Végül Georges Cuvier állt elő a megoldással, melyhez az összehasonlító anatómiát hívta segítségül. A Meuse folyóból származó hüllő egy mozasaurus, óriás tengeri gyík volt, közeli rokona a varánuszoknak. Ez a faj azonban jóval az emberiség hajnala előtt végleg kipusztult. Így aztán a mozasaurus vezette rá Cuvier-t, hogy megalkossa elméletét azokról az egyetemes kataklizmákról, melyek a távoli múltban következtek be földünkön. Ennek a jókora állatnak köszönhetjük azt is, hogy Georges Cuvier-t ma a paleontológia atyának tekintik. Colorado délnyugati partvidéke 65 millió évvel ezelőtt. A kréta időszak végén az Észak-Amerika középső vidékein elterülő belső tenger még nem tűnt el teljes egészében. Vagyis az Atlanti-óceán túlsó partjainál is éltek cápák. A tengeri hüllők mellett ők is mindenütt előfordultak az óceánok vizében. A dinoszauruszokkal ellentétben ők nem ismertek határokat. Ezek fiatal, alig 3 méteres cápák. Ez a teknős, miután több órán keresztül rakta le tojásait a fövenyen, kimerült. Könnyű préda az éhes cápáknak. Ó, de nincsenek egyedül. Egy mozasaurus. A tengerek mélyén ez a hatalmas ragadozó a T-rex méltó párja lehetne. A mozasaurus az ősidők tengereinek utolsó nagy királya volt. Itt az egyik foga. Önnek a nő. Ősleletek nélkül senki nem deríthetett volna fényt arra, hogy bolygónk története során több különböző kor követte egymást. Magyar hangok. Csankó Zoltán, Zsigmond Tamara, Besenyei Emma, Madarász Éva, Tokai Csaba, Megyeri János. A magyar változat munkatársai. Bertalan György, Hegyi Eszter, Tóth Imre, Derzsi Kovács Éva, Árvai Zsuzsa. A magyar változatot a Cinema City mozi hálózat megbízásából a Masterfilm Digital készítette.